Sziasztok, Stezi vagyok, és a Karbonkerekek következő epizódja következik. Múltkor újságoltam, hogy megjöttek, azóta összeszereltem a biciklit, ugye gyakorlatilag egy második kerékszettet építettem a meglévő mellé, és már tekertem is vele. Nézzük, hogy ment a dolog. Probléma, abszolút problémamentes volt a keréknek az összerakása, ugye azt mondtam, hogy nincs belső pereme. Jobban van belső pereme, de nincs benne az a dudar, ami más felniken a gumi odafogja. Gyakorlatilag egy pumpálással sikerült légmentesen zárni. Folyadékkal van összeszerelve, belső mentes rendszerrel. Abszolút semmi probléma nem volt vele. Ugye ezek a gumik már futottak elég sokat alattam, a Continental, Baron és Kaiser gumiai 2-4-es méretben. Tehát nagyon jó volt a szerelés. Ugye a hátsó megkapta a XX1 hátsó sort, ez a kerék. Kicseréltem a kazetta testet, abból se volt igazából különösebb probléma. Jó, az előző kerékszett, ugye a DT Swiss M1700-as volt, ami ugye egy 30 mm-es belső átmérőjű kerékszett, ez pedig 24-es, tehát valamivel keskenyebb. Jó, ezen ugye Maxisnak a shorty gumiai vannak, ami inkább már sárgumi, 2-5-ös méretben. A fönt lévő Baron és Kaiser az pedig 2-4-es. Jó, akit érdekel esetleg a súlyok, az első keréken 450 g lett a különbség, tehát majdnem fél kilóval könnyebb az első kerék, a hátsó kerék pedig 280 g-mal lett könnyebb. Jó, mint mondtam, itt igazából ugye ez a majdnem 730 g, az összes súly, de mivel ugye ez rugózatlan tömeg, illetve forgó tömeg, ezért igazából ennek sokkal nagyobb jelentősége van. Na, akkor tapasztalatok. Amint felültem a biciklire, éreztem, hogy könnyebb tekerni most. Tehát sokkal könnyebb gyorsítani a biciklit. Ez ma is megtörtént. Másik bicikliről ültem át, amiről nem sokára beszélni fogok. És még azután is úgy érzem, hogy nagyon könnyű most tekerni ezt a biciklit. Nagyon könnyen megindul, nagyon könnyen megáll. Terepen az első kerékkel rögtön éreztem, hogy nagyon precízen irányítható, nagyon könnyű vele irányt változtatni. Elég szemetesek most itt a lejtők, de pillanatig se okozott gondot a kövek, faldarabok között pont azt a keréknyomnyi utat megtalálni, ahol elment a bicikli. Nagyon jól működött a rugózás is, ugye ezt még majd azért filmhangolni kell, de eddig nagyon, nagyon pozitív a tapasztalatom ezekkel a felnikkel. Természetesen majd a durvább terepeken hajtva alakul ki, hogy igazából mit bírnak és hogy mennek. Hirtelen ennyi lenne a karbonkerekekről. Azt mondom, hogy így szezon végén leárazva, ugye majdnem 60%-os kedvezménnyel lehetett ezeket a kerekeket megvenni. Így szerintem egy reális befektetés, és érezhető különbség már így elsőre is, de az elkövetkezendő hetekben még felváltva fogok menni ezekkel a kerékszettekkel, esetleg ugyanazon a vagy nagyobb körön, vagy csak szakaszokon, és akkor mérhető is lesz a különbség. Jó, köszönöm, hogyha megnéztétek, hamarosan jönnek a következő epizódok, még egy nagyon komoly fejlesztés lesz idén a biciklén, amit érdemes lesz megnézni. Sziasztok! És ennyi.